Olyan mérkőzést nyert meg végül is magabiztosan a Körmend otthonában az Alba Fehérvár, melynek első negyedében 35 pontot kapott, utána azonban rátalált a helyes útra és szervezett csapatjátékkal, jó egyéni teljesítményekkel nyert 104-93-ra. Az elején bementünk egy olyan játékban, amit nagyon, hogy mondom, bizonytalannak tűnik ilyen szempontból a szervezettségevel, a támadás szervezetevel, a védekezés szervezetevel, és azt gondolom, hogy az inkább a Körmendnek jó volt, de meg is valahogyan helyenként meg tudtunk találni a ritmust, olyan ritmust, amit segített nekünk, hogy nyerünk a meccset. Az is nagy pozitívum volt, hogy ennyi fehérvári szurkoló jött, és olyan hangulatot teremtett nekünk, hogy hát sokat segítettek. Sok pihenésre nincs idő, hiszen kedden már Magyar Kupa találkozó vár az Albára, még szerencse, hogy hazai pályán, akár csak szerdán, hiszen a Debrecen feladta a pályaválasztói jogot, így mindkét mérkőzést Fehérváron rendezik. A közönség tovább jutást és vélhetően szórakoztató játékot vár a csapattól. Van egy napunk konkrétan felkészülni a Debrecenben, Magyar Kupa meccs 2, itt van kötelező győzelem, igazából ezek az ilyen nehezen rápöröghető meccsek, de úgy érzem, hogy ilyenkor lehet egy kicsit azért... Hát így, ahogy mondtad, szórakoztatóbb játékkal, nem az, hogy lazában, de még védekezésen csiszolni, a támadó játékon csiszolni. Szerintem élvezhető, mi lesz mind a két meccs. A Magyar Kupában kedden és szerdán is 18:30 perckor kezdődik az Alba Debrecen találkozó a Vodafone Sport Centrumban.